Sok mindenről szeretnélek kérdezni, de hát a legegyszerűbb kérdés az, hogy ugye a diák konferencia versenyei milyen nyomokat hagytak benned, és hogy mennyiben hat ez ki a mostani művészeti munkásságodra. De kezdem azzal, hogy mi volt a motivációm, hogy miért jelentkeztem egyáltalán erre a konferenciára. Ugye ez érdekes, hogy konferenciának hívjuk, de egyben verseny is, és így felcserélve fogjuk szerintem ezen túl is használni ezeket a kifejezéseket. És ugye először az intézményi fordulóra jelentkeztem, és ott a motivációm egyértelműen az volt, hogy megtanuljak beszélni, és megtanuljak beszélni a képzőművészetről, vagy a saját munkáimról, mert hogy nagyon féltem attól, hogy diplomáznom kell, pontosabban magától a diplomavédésnek a szituációjától, mert ugye ott ki kell állnunk a munkánk elé, és össze kell foglalni, hogy mit is szeretnénk azzal közölni, nem csak vizuálisan, hanem verbálisan is. És igazából azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó gyakorló terep lesz. Nem tudom, hogy a többi diáknak mi volt a motivációja, vagy találkoztál-e hasonló. Hát ugye most már tényleg van tapasztalatom, mert már az évszámot se tudom most őszintén. Szóval megmondani, az a lényeg, hogy volt Sopron, Eger, Kaposvár, Pécs, akkor itt Budapest, ez lesz a második, és azt jelenti, hogy már egy bő évtizede így elnökösködöm az intézményi diákkonferencia alatt fölött, vagy szolgálom, lehet így mondani. És hát azt tapasztaltam, hogy egyszerre gyakorlás, megmérettetés, és hát tényleg az, amit te mondtál, hogy a munkánkat megkerülhetetlen az, hogy ezt verbálisan bemutatni. Ugye a mindennapi gyakorlatban is egy művész vagy interjút ad, vagy valami kis filmben szerepel, riportalany lesz, és közben a munkája elé ugyanúgy ki kell állni, mint a művészeti diákkonferencia versenyen. És hát ezt rendszeresen emlegetem, amikor buzdítom a hallgatókat a versenyre, hogy lényegében ugyanazt kell csinálni, aminek napi rutinnak kell lenni, ugye amikor megvédik a munkájukat, és jóval a diploma előtt már gyakorolják ezt, persze, hogy döcögve, és ugye így Seje János nyomán mondhatom azt, hogy az a jótékony stressz, vagy a kreatív stressz, vagy az alkotásra ingerlő, mondhatni azt nyomás, ugye amikor a verseny az arról szól, hogy akkor ki van élezve ez a fajta önprezentálás, reprezentáció, ugye mert lényegében minden ilyen összejövete félig meddig egy ilyen ünnep, és hát megtanulni koncentráltan beszélni, és ténylegesen a munkáról, az egy feladat, és ilyen értelemben ez nagyon-nagyon hasznos. Igen, és én is ezt emelném ki elsősorban, hogy mi volt a hozadéka annak, hogy én ezen részt vettem. Intézményi szinten 3-szor, országos szinten 2-szer, mert az országos fordulóba 2-szer jutottam tovább, és összesen 3-szor volt így alkalmam prezentálni az intézményen belül is, és az országos fordulók alkalmával is. És azt remélem, hogy ez adta meg, vagy azt gondolom, hogy ez adta meg azt a fajta magabiztosságot, amit a diplomavédésen már fel tudtam mutatni, vagy legalábbis én úgy éltem meg, hogy a diplomavédéskor már magabiztosabban kommunikáltam. És ezen túl meg valóban, amire én nem számítottam akkor, amikor erre pályáztam, hogy ennek milyen sok rejtett pozitívuma van még azzal kapcsolatban, főleg az országos fordulók miatt, hogy megismerhetem más egyetemeknek a hallgatóit, főleg azokat, akik ugyanazon a területen dolgoznak, mint én. Úgyhogy ilyen értelemben pedig nyilván, hogyha így a kimenetét nézzük, tehát az, hogy ott lehetőségünk volt egymás munkájára rátekinteni, meg kapcsolatot építeni, ez tényleg egy ilyen nem várt pozitívuma volt ennek az egész konferenciának is. Valóban sokkal kevésbé van verseny érzete egy-egy ilyen országos fordulónak az ünnep szó, az én is azt gondolom, hogy sokkal jobban leírja azt, hogy milyen a hangulat egy-egy ilyen rendezvény alatt. Hát igen, mert mondjuk van ez a kötöttség, hogy egymást figyelik, ugye szabadon lehet, hogy a bíráló művészek, művészoktatók, pedagógusok körbejárják, konszenzus alapján eldöntik, hogy ki kap díjat, ki nem, de hát valójában, persze, hogy fontos egy versenynél,
De valójában az a fajta kvázi közösség, ami akkor összejön egy pár napra, azért nekem vannak ilyen élményeim, hogy tényleg az esti mulatságok, ugye beszélgetések felszabadultan, és ugye ez olyan, mint amikor a különböző művésztelepeken, vagy bármilyen ilyen kiragadott és ünnepként működő ilyen művész összejöveteleknél, hogy már részesen veszik, hogy itt ilyen megmérettetésről van szó, hanem még azt is lehet mondani, hogy mentálisan egy kicsit felszabadulnak, vagyis bátrabban ismerkednek, és nyitottabbá válnak. Még hozzátenném azt, hogy igen, beszélni tudni kell, de hát ott van a versenymű, vagy van, amikor maga a versenymű egy írás, ugye, hogyha valaki művészként, vagy akármilyen művészeti szakon, de úgy gondolja, hogy egy tanulmányt ír, vagy restaurátor, vagy akármelyik műfajban sokan vannak, akik megpróbálják teoretikusan körülírni azt a témát, ami talán nem is az ő műalkotásukról szól, vagyis hogy van egy olyan fajta kifutás, és ez nálad is volt, hogy olyan elméleti írást, olyan produkció lesz, egy gyönyörű esszé, vagy egy nagyon konzekvensen felépített olyan tanulmány, ami mondjuk sorra veszi a mostani irányzatokat, korszellemet, vagy annak egy fontos szegmensét, fragmentumát. Úgyhogy számomra azért is fontos, amikor így a szövegekkel is foglalkozni kell, és azt csiszolgatni természetesen is segíteni, ugye, mert az elnökség mellett ugyanúgy, mint műtermi oktató, fel is kell készíteni azt, aki kipróbálja ezt a megmérettetést. És így összességében nagyon jól beleilleszthető a tanításba, ugye a műtermi munkához is kapcsolódik, meg ahhoz a... Ugye minden fiatal művész tétova, mert lehet, hogy ösztönösen csinálja, lehet, hogy valamire rátalál, de sokszor nem talál magyarázatot arra, hogy mi lehet ez az indító, van ennek elméleti háttere, referencia háttere, vannak-e elődök, irányzatok, sok egyéb, és ez szó szerint segíti akár a tanítást is, mert valójában ugyanazt csináljuk, csak hát olyan pályaművet választ ki, ami még nem védett meg, vagy nem kapott rá jegyet, és ugye az igazi jó pályamű az, amikor elkezd kísérletezni, és valamit talál, és akár a mindennapi műtermi munka mellett egy plusz feladat. Na most a művészeti alkotó munkánál, hogy őszinte legyek, nagyon nehéz megállapítani, mert ugye, hogy az ember az autonóm vagy szabad művészetet tanítja, most ezen lehet vitatkozni, hogy mi mennyire autonóm és szabad. Már ez is a művészet része. Az önmeghatározás, vagy az, hogy meghatározni. És ilyen értelemben tényleg szellemi munkává válhat, akár az intézményi konferencia, de később ez az országos megmérettetés is. Legalábbis én így gondolom. Hát igen, nekem ez egy érdekes folyamat volt, hogy az első két évemben festészettel pályáztam, én ugye festőszakos voltam, és amikor negyedéves voltam, akkor viszont már egy elméleti dolgozatot adtam be a második országos forduló lehetőségére, és így aztán én megláttam a diákkori konferenciának a művészet elméleti, meg a gyakorlati oldalát is, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy milyen, amikor az írásműre koncentrálok, és meg kell felelnem azoknak a követelményeknek, aminek egy tudományos írásműnek meg kell felelnie, és milyen az, amikor egy gyakorlati munkát, egy műtermi munkát, egy alkotó munkát kell kiegészíteni szövegesen. Azt gondolom, hogy teljesen másfajta gondolkodást igényel, de természetesen a kettő az így támogatja egymást. Úgyhogy én az utolsó intézményi fordulóra már ezzel a pályaművel jelentkeztem, és akkor így kerültem tovább az országos fordulóba, és végül is ez hozta meg a sikert, tehát hogy nekem az első országos fordulóval ott egy külön díjam lett, meg talán egy harmadik helyezetem, és akkor a második országos fordulón viszont az elméleti munka hozta meg az első helyezést. És akkor én már egyébként párhuzamosan jártam az ELTE bölcsészkarára, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt folyamatosan számomra, hogy osztom meg magamat a két nézőpont között, és ez is egy ilyen nagyon jó találkozási pontja volt ennek, mármint maga ez a művészeti, de elméleti kategória,
hogy egyszerre tudtam mind a két érdeklődési körömet, vagy mind a kettő rálátásomat így egy ilyenben összegezni. Úgyhogy ez nálam így nagyon organikusan alakult, és azt gondolom, hogy nagyon szerencsésen is. Számomra még az is érdekes a munkásságoddal kapcsolatban, hogy ugye azért figyelem, meg hát van, amikor vagy együtt szereplés által, vagy olyan helyen szerepelnek a munkáid, hogy az a fajta teoretikusság, ami benned van, az nem jelentkezik. Ugye azért mondhatom azt, hogy egy igazi táblakép festő vagy, és a maga érzéki az, amit egy táblakép, egy festmény hordoz a manualitással, a szín és megformálással, és ez nagyon érdekes, ugye, hogy van, akinél talán még az elméletet, vagyis az elmélet felcseréli azt, hogy maga a műalkotás, mint olyan, ott műfajilag sokszor az elmélet és az a vizuális tárgy, hogy egyéb vagy megszűnik, vagy egybeolvad. És ez nagyon izgalmas, hogy te ilyen önreflektív módon meghagyod a hagyományos táblakép festészetnek a formáját. Ugye most sorolhatnánk így akár 100 évre visszamenőleg a dadaizmuson keresztül a fluxus és a konceptualizmus, posztkonceptualizmus, meg hadd ne soroljam azt a sok tucat irányzatot, ami lényegében a műalkotásnak, mint olyannak, mindegy, hogy tárgyi vagy egyéb, hogy úgy szűnik meg, vagy a diskurzus elméleten alapuló művészeti irányt, mondjuk én, mint tradicionális festészetet preferáló és csináló ember, nekem azért izgalmas ez, hogy ez bőven elégtétel ahhoz, hogy ugye, hogy buta, mint egy festő, à la Marcel Duchamp idézett, vagyis hogy az elmélet és az igazi érzéki, érzelmi alapon működő festészet, vagy ráadásul a tiéd a szociálisan érzékeny témát, tematikát is vállal, hogy ez a kettő nem összeegyeztethetetlen, és mondjuk ez a nagyon, de nagyon izgalmas, és nem említetted azt a díjat, amit kaptál. Igen, ami szóval majd elmesélem utána. Jó, mert ez egy kérdés. Minden, és csak azért mondtam, hogy sok minden lehetséges, szóval itt most nem az van, hogy az ember belemerül az elméleti világba, és akkor akár minden átalakul, mert ugye az én olvasatom szerint azért állandóan ott van a veszélye annak, hogy egyfajta önfelszámoló folyamattá válik a művészet, hogy belekóstol a társadalom kritikába, akár a társadalom újjászervezésében, ugye most a József Beuyst-ot nézzük, hogy igen, társadalom mint plasztika, és rengeteg, ugye most a művészetnek bizonyos nagy százaléka az műalkotás nélküli diskurzusok és különböző elvi, ideológia és egyéb alapon működő párbeszédeknek a folyamata. És hogy nálad ez nem. Így van, ez izgalmas. Igen, ezt köszönöm, hogy így fogalmaztad meg, és én is ezt gondolom magamról, de örülök, hogyha ez is látszik kívülről. Igazából én valóban szeretnék tájékozott lenni így művészetelméleti területen, de hogy ez valóban nem befolyásolja azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen táblaképfestészeti műfajon belül megmaradtam. De egyébként ugyanúgy ez az elmélet gyakorlat párhuzam végül is megmaradt az életem, ugye a Képzőművészeti Egyetemnek a doktori iskolájában nemrég végeztem, és ugye ott is kellett egy elméleti munkát mutatni, bár az már teljesen más tematikájú, de ott is szükség volt erre az elméleti gondolkodásmódra. És visszatérve arra a bizonyos díjra, hogy a Tudományos Diákköri Konferencia, ami ugye a mi területünkön ugye művészeti diákköri konferenciaként szerepel, ennek van egy tovább élése, vagy egy tovább pályázási lehetőség nyílik meg akkor, hogyha valaki az országos fordulóban első helyezést ér el. Ugye ezt érdemes tudni, hogy a különböző műfajoknak különböző kis szekciói vannak, tehát hogy egy országos fordulón számos első helyezett alakulhat, sőt, ha mondjuk például a festészet kategóriában nagyon sokan pályáznak, akkor ott még magát a kategóriát is megosztják kisebb szekciókra, úgyhogy itt igazi sikerélménnyel is kecsegtet az országos forduló, nem csak egy jó közösségi élmény. Szóval, hogy azok, akik elsők lesznek az országos fordulón, azok számára megnyílik az a lehetőség, hogy a tudományi területeken a Prosciencia aranyérmet, a művészeti területen pedig a Proarte aranyérmet meg lehessen pályázni, és ezt évente a művészeti területen ketten, a
teljes, az összes tudományterületet egybevéve pedig összesen 50-en nyerhetik el, és én abban az évben, amikor az országos fordulón részt vettem, akkor én abban az évben elnyerhettem ezt a díjat, ami önmagában is egy szakmai elismerés volt. Másrészt bemehettem a Tudományos Akadémiára átvenni, ami önmagában is élmény volt, meg egy picit meg is erősítette bennem, hogy ennek az egésznek akár lehet egy ilyen tudományos iránya, vagy vonzata is. Másrészt, ami ennél viszont sokkal fontosabb, hogy azok, akik ilyen aranyérmet elnyertek, egyébként ennek a feltétele a nyelvvizsga, tehát hogy ez fontos, hogy anélkül nem lehet megpályázni, illetve a korábbi diákköri tevékenységek is beleszámolnak, számolódnak mind, illetve a tanulmányi eredmény is. Szóval, hogy ezek összessége alapján bírálják ezt el. Szóval, hogy az az érdekes, hogy az aranyérmesek számára nyitva van egy lehetőség, hogy a Prosciencia Aranyérmesek Társaságába vagy Egyesületébe csatlakozzon, ami viszont mióta körülbelül 70 éve van már ez a diákköri mozgalom, művészeti területen ez egy fiatalabb szekció, de szóval, hogy hosszú hagyománya van ennek a tehetséggondozásnak, ennek a formájának, és ezért olyanokkal kerülhetünk egy társaságba, a tudományos társaságba, akik akár 50 évvel ezelőtt kapták meg ezt a díjat, és egy nagyon izgalmas, tehát korban is nagyon változatos, és ugye a tudomány területek tekintetében pedig ez egy interdisziplináris társaság, és igazából ennek a társaságnak a működésének az egyik ilyen kulcsa az, hogy két évente ilyen ismeretterjesztő konferenciát tartunk. Persze jöhetnek külsős érdeklődők is, de alapvetően ez egy alkalom arra, hogy találkozzunk, és sose gondoltam volna, hogy majd biokémiából fogok hallgatni konferencia előadásokat, és egy fél óra múlva pedig majd nekem kell beszélnem a doktori kutatásomnak az aktuális fázisáról. Szóval, hogy ez megint csak egy olyan hozadéka volt ennek a konferenciázásnak, amire egyáltalán nem is számítottam, és tényleg egészen fantasztikus ez a tudományközi társaság, és az, hogy nagyon sok tudományterületre, ha nem is nyilván már érteni nem fogok hozzáérteni, de az, hogy egy pici ablakon keresztül beleeshetek, hogy hol melyik területen mik az aktuális kérdések vagy kutatási területek, ez rendkívül izgalmas. Hát igen, én is hallgattam pár ilyen előadást, és mondjuk amikor valami nagyon komoly és elvont téma van, mégis a jó előadó igen, képes fontos arra, hogy egy élvezetes előadást tartson. És van egy olyan fajta rugalmasság, ami nekem szimpatikus ebben az egész diákkonferencia rendszerben. Például a művészeti diákkonferenciánál, ugye, hogyha megjelenik valami köztes műfaj, ugye, és az néha probléma, hogy van egy olyan pályamű, ami, és akkor utána vagy kényszerűségből, ugye, amikor van az, hogy az animáció, vagy a kísérleti film, vagy sok egyéb, akkor tolerálják azt, hogy megvárják, míg összegyűlik, és még a köztes műfajoknak is úgy adnak helyet. Ugye mostanában azért vannak olyan jellegű munkák, hogy néha az ember azon gondolkozik, hogy most az alkalmazott művészet, vagy az elvont tudományosság, vagy most ez úgy a filmnél, intermediális munkáknál, de akár installációs is lehetne sorolni. És ahány diák konferencia összeülnek, milyen pályaművek jönnek össze, és akkor kitalálnak, ha már volt ilyen példa, hogy egy újabb kategóriát. Persze néha ez egy ilyen kicsit ilyen mostani szóval hibrid vagy kimerikus valami, hogy összevonják, de és akkor elgondolkozunk azon, hogy oké, van a díj, meg de az az élmény, amikor valaki beül, voltam így Pécsett is, meg Egerben is, és akkor az, hogy például a kísérleti filmen belül ugye mennyiféle fajta típus van, és hogy ez nem egy zárt rendszer, vagyis hogy a vizuális művészeteknél vannak olyan találkozások, és igenis konszenzust kell teremteni, hogy közbevessem, vagyis hogy már sokszor a zsűrizés is olyan, hogy már a hallgató helyett újra meg kell védeni azt, hogy ez miért fontos, vagy miért van jelentősége a művészet világán belül, ugye, mert igenis vannak köztes műfajok. Ez nagyon izgalmas. Szóval ugyanúgy a zárt, mondhatni azt, hogy a klasszikus műfaj, meg abban is van
szépség, hogy új jelentést kap egy klasszikus műfaj, de az is viszont, hogy akár régi jelentést hoz elő, de teljesen más formában, vagy mindegy, hogy az morális, vagy akármi, vagy ugye most lehetne sorolni, hogy milyenféle ideológikus, vagy humánus szempontokból, vagy éppen egyfajta radikalizmus, ami lehet, hogy formakísérlet, úgyhogy megmondom őszintén, hogy nekem valamennyire, szóval egyszerre feladat is, sokszor tényleg kell olyan dolgot csinálni, ami talán egy kicsit bürokratikus, de az igazi élvezet és munka az, amikor megvalósulnak, és már az ember csak úgy zsűrizés előtt, után vagy közben úgy beül másik műfajt is, másik kategóriában is megnézi, hogy ott mi újság, és ez, amit te mondtál, az is egy élmény volt, hogy valaki beszél a költészetről, másik a katonasággal kapcsolatos, valami műszaki mérnök a nem tudom miről, a röppályákról, ami a hadi világban, ami rettenetes, ugye, vagy valami olyan dolgok keverednek, vagy találkoznak, ami mégis, hogyha jó az előadó, akkor azt úgy tálalja, hogy az ember megérti, legalábbis, ha nem is a teljességében, de legalább a jelentőségét, hogy ez miért fontos. Igen. Azt is érdemes elmondani, hogy az országos fordulók után van még egy díjtípus, ez a prezentációs díj, és itt azt hiszem három, tehát az ország összes tudományterületét egybevéve, ami 16 szekcióra van lebontva, összesen három ilyen nagyobb területet alkottak meg, és ezen belül hallgató még egyszer versenybe szállhat, és ott már valóban a tudomány területétől függetlenül mérik őket össze, hogy milyen előadói képességeik vannak, hogyan foglalják össze a témájukat, hogyan a közönségnek a figyelmét, hogyan ragadják meg, és ez is egy nagyon izgalmas területe annak, hogy én azt gondolom, hogy az országos fordulók, sőt igazából az intézményi fordulók esetében, amikor bíráltok, illetve volt már alkalmam nekem arra, hogy én is bírálhattam az intézményi fordulókban, hogy akkor figyelünk nem csak a pályaműre, hanem ugyanúgy az előadásra is. Bár azt gondolom, hogy az intézményi forduló inkább még annak a területe, hogy ott még javaslatokat tehessünk akár az előadóknak a gyengeségeire, és fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy mire érdemes még fölkészülni, hogyha tovább jutnak az országos fordulón. Hát igen, itt van egy olyan dolog, amit én fontosnak tartok, ugye, hogy ha valaki így a műteremben dolgozik, vagy magányban, vagy ugye itt nem is annyira ilyen cicerószerű nagy beszédtechnikáról van szó, hogy ő is tegyen kavicsot a nyelve alá, vagy egyéb, hogy ne sejpítsen, ugye, hanem az, hogy struktúráltan valamire felkészülni, és jó, van, aki jól beszél, és gördülékenyen van, aki így, úgy mindig a hang is elemér jut eszembe, aki fantasztikus dolgokat tartott, de hát az ő őzés, meg az egyéb nagy szünetek, meg és akkor, és hogyan, és így. Ugye, hogy sokszor nagyon komoly egyetemi professzorok, meg tudósok, de olyankor az ember így kicsit úgy izgul is, hogy na mondd már ki azt az izgalmas részt, és akkor, vagyis itt a legeslegfontosabb az, hogy az ember felépítse struktúrálva azt a szöveget, és hát ki ahogy tudja, persze, a beszédtechnika az nem árt, vagy az, hogy szabadon beszélni, ugye, mert van, aki egy kicsit félremegy, csapong, vagy valami, de hát hogy is mondjam, mondjuk a művészetnél szerencsére, ugye, azért ott is fontos a következetesség, tehát az, mint egy ilyen tudományos tézist megvédeni, az azért kemény dolog, vagy úgy előadni valami elvont tézist. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy mondtad ezt, hogy valójában a prezentáció, mint olyan, az is fontos. Igen. Sőt, ennek van egy visszás oldala is. Néha, hogyha valaki nagyon jó prezentál, akkor olyan... El lehet kendőzni egy kicsit a műtárnak. Megsegíti a műalkotást egy kicsit. Igen. Mondjuk pont ez a nehézsége is, meg a könnyűsége is a művészeti diákköri konferenciáknak, hogy még bizonyos tudományterület, már azt gondolom, hogy az összes többi tudományterületnek megvannak a szakmai normái, vagy sztenderdjei, hogy mi szerint kell beszélni, meg nyilván a művészetről való kommunikációnak is van egy fogalomkészlete például, de sokkal kevésbé kötött az, hogy hogyan kell jól prezentálni egy műalkotást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben viszont nagyon változatos
az előadások. Igen, vagy változatosak, igen, az előadások. Amit mondtál, az izgalmas, ugye, mert most úgy is lehet mondani, hogy esztétika generátorok vannak, mint termelik a dolgokat, vagyis a lebegtetett teóriák korszaka van a művészetben, az azt jelenti, hogy egymás mellett lebegnek a különböző teóriák, szó szerint az ember elővesz egy új, egy artforum, vagy egy balkon, vagy nem tudom mi, akkor éppen olvas egy újabb manifestumot, vagy trendet, vagy felfogást, most mindegy milyen szempontból, ugye, és azért a tudománynál ott azért az a keretrendszer kőkemény. Hogyha az nem pragmatikus és hasznos elvek szerint működik. Persze gondoljunk bele, hogy ugyanúgy van pragmatikus esztétika is, meg sok egyéb. Hogy annyiféle felfogás van, így eléggé polarizáltan egymás mellett, hogy talán ezek a művészeti fórumok ezért is izgalmasak, hogy félig meddig itt is konszenzust kell teremteni, hogy most nehéz esete, értékrendeket kell bírálni, és újabb értékrendet felállítani abban a kis mikro közösségben, ami mondjuk egy ilyen országos diákkonferencián összejön, mert valójában miről szól, és a diákoknak is ez a jó, hogy felér egy olyan workshoppal egy ilyen versenyeztetés, hogy utána a különböző intézmények tanárai elkezdi mondani, hogy ő ebből a szempontból látja jónak vagy rossznak, a másik meg, persze finoman, még egyelőre nem volt verekedés, vagy más egyéb, de nagyon izgalmas az, hogy amikor látják, hogy valami nem is az, hogy feszültség van, de valami vita, akkor érződik, hogy egyre több hallgató kezd oda gyűlni, és hallgatják, vagy eleve olyan a munka, hogy már előre megállapították egy pára, hogy itt lesz valami galiba, vagy valami olyan probléma, hogy ez annyira radikális, vagy annyira, vagy pont fordít, hogy ez annyira klasszicizált, és annyira a hagyományokban beágyazott valami munka, hogy ez biztos kikezdik, vagy valami biztos valami probléma lesz. És ebben igenis van valami, hogy ilyenkor mindenki úgy sokat tanul belőle. Szó szerint ez már akár egy tárgyi tudást is kap, meg esztétikai, meg egyéb elvek szerint még tanul rengeteg mindent. Mondjuk az érdekes, mert valóban az sem hangzott még el eddig, hogy a prezentációk után egy körülbelül 5 perces időkeret van, de hát azért ez előfordulhat, hogy túlnyúlik. De hivatalosan egy 5 perces keret van arra, hogy a zsűri kérdezze az előadót, és erre igazából föl is kell valamennyire készülni, meg kell is hozzá időt hagyni. És persze ezen kívül van a következő kör, amikor a zsűri egymással próbál konszenzusra jutni, sajnos azért ott hallgatóként abban már nem látunk bele, bár én mindig rettentően kíváncsi voltam, hogy ott mi megy, de azt gondolom, hogy ez viszont a különböző egyetemi tanároknak, akik a zsűrit képzik, nektek is egy ilyen nagyon jó tapasztalat, hogy ki milyen felfogással közelít, ki milyen felfogással tanít a más egyetemek tanszékein. Hát igen, ez az az esti mulatság keretén belül, ugye, amikor már a mindenféle esti étkek mellett és italok mellett szabadon diák tanár beszélget, másik intézményből barátságok szövődnek, és hát vagy az a vita, vagy kinek mi van a maradt a begyében, ugye? Akkor azt szabadon van kihatva. Informális módon. Nem, mert én megmondom, őszintén a legemlékezetesebb az, hogy Sopronban a nem tudom milyen alaksori ilyen italmérésben, vagy nem tudom miben, vagy hogy Pécset mi volt, vagy Egerben, ahol ugye sok a pince, és sokat lehet beszélgetni, vagy milyen keretemről, hogy azok az esti beszélgetések, a másik intézmény tanárai, diákjai, ahogy így beszélgetnek. Hát persze ez már nem annyira szakmai, itt már minden van, de azért néha van olyan, hogy egy társaság azért jön össze, hogy megvitassák, hogy mi történt azon a napon, és hogy ez izgalmas dolgok. Hát nyilván számomra. Ez az, amit most idén az idei országos fordulóban, ezt nehezen lehet. Ezt lehet bánni sajnos. Nehezen lehet ezt, ugye, mert most online térben fog zajlani. Online egy koktélparti testere. Hát még annak is lehet bája. Igen.